Üdvözlök itt mindenkit, nagyszerű hazafi, üdvözlök itt minden hazafit és hazai pártit. Ez az, amit kerestem. Szóval, véget ért a forradalom, véget ért itt minden háború. Arra gondoltam, hogy mivel amúgy tök pluszban vagyunk, szóval igazából építkezhetnénk többet, ezeket itt maxoljuk ki. Főleg a szént. A szén az egy jó dolog. Azt így elkezdjük kimaxolni. Olaj. Olaj mindenképpen. És akkor támadjunk tovább igazából. Itt alul már végeztünk, szerintem fejezzük be akkor ezt a részt itt. Ezen nem újjon. Én. És várunk. Az helyzet egyébként az előző részben elkezdtem beszélgetni róla, hogy ugye untat a játék, és ez a fő oka, tehát így hogyan fogalmazzak, építkezés szempontjából most már a következő van, amit egyébként sokan szítták a játékot emiatt, amikor megjelent, meg talán még most is, hogy az építkezésünk az most már így néz ki. Ennyi. Tehát nagyon sok mindent nem kell gondolkodnunk rajta, mert hogy az építési kapacitásunk az annyira nagy, hogy igazából abszolút nem számít, hogy ezeket benyomkodom, mert nem kell priorizálnunk. Tehát ezt mind, amiket most láttok, hogy építünk, ezt építjük. Még mindig tudnék hozzárakni, hogy még építsünk, és még azokat is építenénk. Tehát nem kerülne, tudjátok, hogy majd később csináljam, miután befejezte ezeket, mert mindegyiket egyszerre építjük. Szóval így az építkezésre úgy nagyon nem kell figyelni. Gazdaság, hát most figyeljetek, most ránézhetünk, most itt Man of Wars hiány van, de ezt nem mi használjuk, ezt nem tudom, valamelyik hülye papettünk használja, azt azért van erre szükség. Majd ő megoldja, hogyha ténylegesen szüksége van ránk. Üveget lehetne készíteni, tehát ezekkel lehetne egy picit jobban foglalkozni. Ha ránézünk, de az a helyzet, hogy a privát szektorunk az építkezik ebből a szempontból. Tehát jelenleg van mennyi épületetek, amit építetek? Majdnem 150-134 épület, amit építenek. Látjátok, tehát ők itt építik azt, amire szükség van. Ha megnézitek, mindjárt itt látjátok, itt már épül is egy üveg. Ott is egy üveg. Tehát ők szépen, a privát szektor figyel arra, hogy a gazdaság előre haladjon folyamatosan. És az a helyzet, hogy nincs jobb ötletem, hogy hogy lehetne a játékot megcsinálni ezzel együtt, úgy, hogy egy picit több befolyást kapjál te. Mert az a helyzet, hogy amikor vezeted így az országot, akkor az ilyen... Hogyan fogalmazzam? Tehát az államilag finanszírozott építkezések, azok ugye rámennek, hogy egy bizonyos szektort fejlesztenek, vagy bővítsenek. Viszont önmagában, hogyha minden jól megy, akkor az ilyen, nem mondanám feltétlenül, hogy a liberális demokráciában, de ugye szabad piac, értitek, mire gondolok? A szabad piac esetén amúgy befejeztük az épületek jó részét, amit rányomtunk, hogy építse. Tehát nézzétek meg, most már csak 300 valamennyi megy, és azok is be lesznek fejezve nem sokára. Szóval a szabad piac miatt ugye az a szektor, ami jól teljesít, az bővíti önmagát. Tehát az államnak nem nagyon kell ebbe beleszólnia, sőt, egy bizonyos beleszólás után igazából csak kárt okoz, meg korlátozza a kereskedelmet, a szabad kereskedelmet. Ez az a helyzet, hogy erre nem vagyok eléggé oktatva, hogy tudjam elmondani nektek szépen, meg jól, de szerintem azok, akik értenek ehhez valamilyen szinten, azok értik, hogy mire gondolok. Sajnos azokat viszont cserben hagyom, akik meg ugye nem értenek ehhez nagyon. Sőt, akkor menjünk bele ebbe jobban. Figyeljetek, nem akarok senkit se kihagyni. Ezt a háborút elindítjuk, hogy folyamatosan haladjunk szépen előre. Szóval, ugye a kereskedelem, a szabad piac úgymond az úgy szabadon van hagyva. A kommunizmus ideje alatt, hogy sokkal korlátozottabban volt, és ilyen parancs... Parancs? Parancs? Hú, nem is tudom már, hogy nevezték. Mindegy, a lényeg az, hogy a fejesek megmondták, hogy hogy lesz, és úgy volt, nagyjából. Szóval, tudjátok, volt egy ilyen kvóta, ennyit kell termelni, és akkor ennyit kell eladni belőle, vagy... És akkor jövőre meg még többet kell, tehát ez így volt. A szabad kereskedelemnél viszont nem megmondják, hogy mennyit termeljünk,
van egy elképzelésük, hogy mennyit szeretnének, viszont általánosságban véve, amekkora az igény, ahhoz igazítják a termelést. Ennek van egy másik szója, amit keresek, de nem jut eszembe. Szóval... Igazából arra akartam kimenni az egészből, hogyha az állam kevésbé szól bele, és hagyja a szabad kereskedelmet meg a piacot úgy szabadon, akkor az jobban teljesít, mint ez a kommunizmus féle beleszólunk mindenbe hozzáállás. Ez így tény, talán, ezt így lehet mondani ténynek, hogy egyszerűen igen, a szabad piac egyelőre a legjobb gazdasági forma, amit föl tudsz venni, hogyha fejlődni akarsz, meg azt szeretnéd, hogy az ország gazdag legyen. Valakik beléptek? Ahol nem figyeltem, pedig őket be tudtuk volna foglalni, mindegy. Szóval igen, és emiatt ugye nekünk ez a rész, ez a privát szektor, én igazából még adnék is nekik többet, csak sajnos nem tudjuk meghozni azt a törvénymódosítást, mert nem nagyon akarják. Parancsgazdálkodás? Mindegy, ez a kommunista féle. Elég nagy támogatottsága van valamilyen oknál fogva. Viszont ez lenne a teljes szabad piac, vagy nem tudom minek nevezzük, liberális gazdaság. És itt konkrétan azt írja, hogy kevesebb beleszólás az állam által nagyobb növekedést eredményez ezzel a gondolatmenettel. És ja, ezt egyébként be is vezetném, hogyha be tudnánk, de nem tudjuk bevezetni, de amúgy, tehát hogyan fogalmazzak, igazából kapacitásból annyit vesznek el a privát szektor, amennyit szeretne. Csak pénzben nem kapnak annyit, sajnos. Pedig jó lenne, ha több pénzük lenne. Megint Estónia? Hát nem hiszem el, megint forradalom itt felül. Északon. Mindjárt elengedem az összes ilyen idiótánkat, akik vannak. És mi van, ha nem megyek oda? Mi van, ha nem foglalkozunk veletek? Mert nézzétek meg, fel van lázadva az egész. Kíváncsi vagyok, hogy mi történik, hogyha kikapják azt a háborút. Mert a lengyeleknél azért volt probléma, mert átjönnek a határon. Tehát elkezdenek minket támadni. Nem csak szétverik a Lengyelországot, de minket is megtámadtak volna a forradalmárok. Na, szóval amit akartam ezzel kapcsolatban, hogy ugye itt ez a privát szektor, ez viszi előre a gazdaságunkat, ami valós. Tehát ez valósághű egy ilyen államforma esetében. Hogyha egy kommunista államformánk lenne, teljes kommunista gazdasággal, akkor nem lenne privát szektorunk, ami vigye előre a gazdaságunkat, és akkor nekünk kéne folyamatosan odafigyelni, hogy oké, mire van szükség, azt építsük. Vagy, hogyha valami ostoba ötletünk van, és mondjuk szeretnénk, nem is tudom, sportból előrébb vinni az államot, akkor ugye építhetnénk olyan épületeket, ami a sportot viszi előre, Vagy maradjunk itteni példánál. Mondjuk, szerintünk a búza az nagyon fontos, és nem foglalkozunk azzal, hogy a gazdaság hogy áll jelenleg a búzával, és azt mondjuk, a búza termelő épületeinket akarjuk maximalizálni. Maximalizálni szeretnénk a búza termelésünket. Ilyesmi. Tehát a kommunizmusban, meg ebben az ilyen diktátorszerű gazdasági állapotban, amikor valaki egy személy vagy pár személy megmondja azt, hogy mit fogunk építeni, és mit fogunk bővíteni, abban lehet nagyon jó döntést hozni, ugye a gazdaság alapján megfigyelve, mondjuk borból például nekünk több kéne, és ezt úgy tudjuk bővíteni, hogy a búza termelő területeinket bővítjük, de ugye, vagy hát a mezőföldjeinket bővítjük, és ugye több bor termelünk ott. De lehet azt mondani, hogy nem, azok a mezőföldek, az a népé, nehogy már az arisztokrácia bor italát bővítsük, hanem a népnek legyen elég étel. De van elég étel a népnek, sőt, még olcsón is tudják venni. Szóval nincs különösebben oka nekünk ezt bővíteni. Inkább van oka azt, amire a piacnak szüksége van. Értitek? Mert azt fogják fölvásárolni. Szóval, ja, az a parancsgazdálkodás, ez parancsgazdálkodás? A franc se tudja. Szóval ezek
és teljesíthetnek jól, tehát hogy nem csak ez a szabad gazdálkod, ez a szabad gazdaság, meg ez a szabad piac tud jó döntéseket hozni, ugyanígy egy vezető is, aki megmondja, hogy már pedig ezt fogjuk bővíteni az országban. Viszont azért működik a szabad piac nagy eséllyel jobban, mert ott aki rossz döntést hoz, az elmegy a sülyeztőbe. Aki meg jó döntést hoz, az meg megy fölfele a gazdasági létre. És nehogy azt higgyétek, ha valaki rossz döntést hoz, mondjuk azt mondja, hogy ő nem bort fog termelni, hanem búzát, ő megy lefele, valaki más fog bort termelni, mert van borra szükség. Tehát valaki más meg fogja hozni azt a döntést, hogy figyeljetek, már ez a bor nagyon, nagyon viszik, termeljünk többet jövőre. Értitek, mire gondolok? Tehát ha több ember hoz döntést, akkor több eséllyel lesz az, ami jó így a gazdaságnak. Remélem tudtam segíteni azoknak is, akik kevésbé tanultak ebből a szempontból, és akkor ilyen nagyon felületes szinten meg tudtam értetni velük, hogy ez hogy működik. Milyen a kapitulálók? Estónia szerintem felszabadult. Valakit kivégzünk publikusan. Hát te honnan vagy, Alajos meg Ignác? Tudom, honnan vagytok, de promótálnak fel titeket az egekig, mert nehogy már csak 20 hadosztályt vezessetek. Tudtok vezetni, vezessetek minél többet. Annyi van. Jó, viszont mehetünk tovább. Mehetünk tovább, további területtel. A fineket is elengedem. Tessék. Így ne. Van még bárki alattunk? Egyiptom függetlenséget szeretne. Hát itt engedjük el az emberek ezt a szazelyek, ezt a követelőzni. Van még papet? Ki a papet? Egyiptom, meg Merina Kingdom. Jó, ők ketten, őket nem engedjük el. Őket most itt elengedtük, a fineket, Szapmiát, meg Icelandet. Nem akarok foglalkozni az ő kis hülye forradalmaikkal. Abszolút nem szeretnék foglalkozni azokkal. Miért nem tudom megtámadni? Nem baj, őket meg tudjuk támadni. Ja, őket meg is támadjuk akkor. Ha valaki szeretné egyébként leírni, hogy miben tévedtem így az elmondásomban, vagy egy szebb megfogalmazást adni neki, az nyugodtan tegye meg a komment szekcióba. Illetve, hogyha valaki úgy gondolja, hogy ez alapján még mindig nem érti, akkor nézze meg a komment szekciót, hát ha már valaki leírta így egy picit jobban. Egyrészt ez full történelem, de másrészt ez mostani időszaki, gazdasági ilyen tanulmányok. Tehát az a helyzet, hogy én ilyeneket nem is tanultam, ezeket én videókból így nézegetem, a nálam sokkal tanultabb okos emberek így elmagyarázzák, és amennyit én abból megértek, abból próbáltam most nektek elmondani. De viszont értitek, tehát mivel ilyen szóhiány van, tudáshiány, így nagyon nehéz ezt átadni úgy, hogy érthető legyen. Még ha én értem is, hogy miről van szó, lehet, hogy abszolút hülyén mondom el, és teljesen mást mondtam el igazából. De röviden nekünk az a lényeg, hogy a szabad piac, meg a szabad gazdaság, az jobban teljesít, mint egy diktórikus állam alatt lévő, nagyon korlátozott, nagyon megfigyelt, nagyon irányított gazdaság. Emiatt is van egyébként az, hogy Kínában hiába van kommunizmus. Hogy szokták nevezni őket? CCP? PB? Mindegy, van egy nevük, egy kifejezetten ilyen, tehát ők átformálták úgymond a kommunizmust így a saját nevükre, és mindegy, a lényeg az, hogy viszont a gazdaságuk az egyfajta ilyen szabad gazdaság, tehát valamennyire átmentek abba, és azért lett az, hogy hups, megugrott az egész gazdaságuk hirtelen, mert amúgy rengeteg emberük van, meg rengeteg nyersanyaguk, amit tudnak használni. Ugye nem lépett be senki. Kiket küldtem ide? Jó, ide küldtem pár embert.
Szóval értitek, amint ők is átvették ezt a szabad piacot, meg szabad gazdaságot, kereskedelmet, meg mindent, azonnal megugrott a pénzük. Közben ezeket, ezt mind maxold, az biztos. Elkezdjük kihasználni. Ezt a régiót, ezt mi nem bővítgetjük automatikusan, szóval kicsit rámegyünk, hogy mindenhova egy legyen építve. És akkor ugye az alapján látja a szabad piac, hogy mennyire termel jól. Én szerintem jobb, hogyha van építve egy-egy mindenhova, és akkor utána jobban fog termelni. Na, itt viszont... Ebből kéne? Ebből szükségünk van? Hoppá. Hol az infrastruktúra? Akkor ide rakosgassál egy párat. Mi annyi katonánk lett, hogy ebből már szükségünk lett? Ez meg, ja, itt meg mindenhova mehet egy cookie clicker. Konkrétan, hogyha azt nézitek, hogy mi történik most az én országomban, ez most úgy néz ki, hogy államilag megadjuk, hogy az állam minden egyes területen, minden szektorból finanszíroz egy termelést. Ez se jó, mert valahol nem fog olyan jól termelni, mint máshol, illetve valahol nagy esélyen, hogyha a valóságban lennénk, abszolút nem termelne, mert nem érné meg. Viszont itt igazából nem nagyon veszi figyelembe itt azt, hogy terület, milyen messzire viszik a nyersanyagot, vagy helyileg van-e nyersanyag, vagy nincs-e nyersanyag. Amennyire én észrevettem, ezt nem veszik figyelembe. Szóval nekünk itt ebből a szempontból mindegy, de ha ez valóságban lenne, amit most jelenleg csinálok valóságképpen, abszolút nem érné meg. Abszolút az adófizetők pazarlása lenne, az emberek idejének pazarlása lenne, és mindennek a pazarlása lenne igazából. Főleg amiatt, mert ahol nem éri meg egy adott terméket elkészíteni, mert mondjuk nagyon drága lenne oda importálni a nyersanyagokat, vagy nagyon drága lenne az ottani munkaerőt fizetni, mert például azon a településen nagyon sok egyetemista van, akik nagyon magasabb pozíciókat szeretnének bele elfogadni. Egy olyan területen például nem nagyon éri meg mondjuk, mit tudom én, szénbányát nyitni. Bár hogyha nincs máshol szén, akkor felmerül a kérdés, hogy akkor lehet megéri, még úgy is, akkor behozol embereket azzal, hogy munkát biztosítasz a számukra. Szóval látjátok, ez a gazdasági dolog, ez ilyen egy külön tudomány, nem véletlenül tanítják ezt egyetemen külön. Ha valamit egyetemen kell tanítani, az a gazdaság. Az szerintem az a helyzet egyébként, hogy még azok, akik tanulták a gazdaságot, és ilyen piac, ebből lehet nem kell ennyi, ebből a szintetikus dolgunkból, szintetikus plantationből, itt csak nyomkodom a dolgokat, de nem is figyelek, hogy mit építek, abból nem kell annyi. Amiatt, mert vannak termelőhelyünk, ahol termelünk belőle. Aztán majd, hogyha szükség lesz rá, akkor majd építünk meg. Szóval vannak ilyen piac megfigyelők, meg piac ilyen jövendőmondók, meg mit tudom én, tudjátok, hogy alakul majd az ára egy-egy ilyen stocknak, vagy hogy szokták ezt mondani, ezt nem tudom, hogy magyarul hogy mondják. Mindegy, a lényeg az, hogy hogyan alakul valamilyen cégnek így a befektetési ára. Vannak ilyen emberek, és még azok is vitatkoznak egy csomó mindenről. Tehát még a tanult, ilyen egyetemi végzett, mesterképzett, ilyen gazdaságot megfigyelő dolgok, még ők is még nagyon sok mindenről vitatkoznak. Ez nem olyan a gazdaság, mint azt mondod, hogy megfigyeled a vizet, hogy oké, ezen a hőfokon, ezen megfagy, ezen a hőfokon elpárolog. És akkor ilyen kísérletet, meg olyan kísérletet tudsz vele csinálni, és akkor ezzel bebizonyítod, hogy már pedig, ha a víz, mit tudom én, megfagy, akkor alatta jobban tudnak az állatok élni, mert hogy nem szilárdítja, szigeteli a víz felszínét, a jég, így aztán az alatta lévő víz az nem fog annyira megfagyni, és akkor ha a sót behozzuk a képbe, akkor már is kevésbé tud megfagyni a víz, mert hogy sós a víz. Lehet hülyeséget mondok ez alatt, ez én legjobb tudomásom szerint ez így van. Minden esetre ezt
könnyebb bizonyítani, mint az ilyen gazdasági dolgokat. Nagyon sok ilyen gazdasági dologgal kapcsolatban csak így elméleteik vannak, és igyekezetek, hogy ezek egy bizonyítsák. Bizonyítsák. Mert hogy... Ja, nagyon bonyolult a gazdaság. Pláne... Hoppá, hello, megadta magát. Azt már szeretjük. Oda is megyünk következő. Egész gyorsan haladunk, srácok. Nincs forradalom sehol se. Megyünk, foglalunk egy új területet minden pár percenként. Elégedett vagyok. Mondjuk azért főképp lehet, mert 20 perc eltelt, és 20 perc szinte konkrétan folyamatosan beszélek valamiről. És azzal a videóval vagyok elégedett, amiben folyamatosan beszélek. Hogyha nagyon sokat kell vágni egy videóban, azt nem szeretem. Őszintén szóval jobban szeretem azt, hogyha egy videó arról szól, hogy nagyon sokat kommentálok, és nem kell kivágni nagyon sok részletet. Tudom, ezzel sokan vitatkoznak, hogy jó, de az éppen aktuális dolog, amit így látunk így a játékból, az lehet, hogy az unalmasabb része, meg hasonlók, ezt is megértem, ellenben viszont ez a játék, tehát hogy most várjuk, hogy történjen a dolog, és közben, hogyha tudok érdekességről beszélni, akkor még akár ezt is érdekessé lehet tenni. Mondjuk megmondom őszintén, itt most vágnék, mert abszolút semmit nem csinálunk, és csak nézzük ezt az egészet. Hogy? Ja, tudom, nagyon sok területet szerzünk, és gondolom azért zuhant az életszínvonalunk. Viszont azzal, hogyha már nagyon sok területet szereztünk, itt vannak ilyenek. Incorporés, nem? Így ne. Szóval ja, a gazdaság az egy nagyon érdekes dolog, hogyha ha nem informatikával foglalkoztam volna, akkor lehet elmentem volna a gazdasági irányba, mert nagyon, nagyon érdekesnek találom a különböző szituációkat, meg hogy mi befolyásolja a gazdaságot. Tehát egy városnál, hogy egy cég hogyan teljesít, az gondolom mondanom se kell, hogy egyrészt számít az, hogy helyileg hol van. Tehát mennyire elérhető. De számít az is, hogy milyen cég. Mert nem feltétlenül kell, hogy olyan cég legyen, ami elérhető a vásárlók számára. Tehát egy informatikai cég például nem olyan fontos, hogy fizikailag elérhető legyen a vásárlók számára, viszont egy bevásárló központ az annak nagyon jó, hogyha az infrastruktúra úgy ki van építve, hogy nem csak az autók tudják nagyon könnyen elérni, de akár el tudják érni tömegközlekedéssel is az emberek. Tehát, hogy, és akkor itt még csak ezekről beszéltünk, akkor arról még nem is beszéltünk, hogy oké, mennyi konkurencia van, mennyire könnyű oda elszállítani az ételeket, italokat, meg mindent, amit ugye elad az adott cég. Nagyon, nagyon sok minden van. Számít az, hogy akkor mennyire van munkaerő ott, hogy ott dolgozzanak. Számít az, hogy akkor... Valami volt még, amit mondani akartam, hogy mi számít még így nagyon, de elfelejtettem. Ne haragudjatok. Szóval, ja, a gazdaság az egy érdekes dolog. Azt, hogy én valaha egyébként ilyen gazdasági videókat készítsek, azt abszolút nem tartom jó ötletnek, mert tökre nem értek hozzá annyira, hogy ez megtörténjen. Na, megadjátok, meg nem adjátok meg magatokat. Oké, figyeljetek. Én türelmes vagyok. Én abszolút türelmes vagyok. És ahhoz képest, hogy amúgy hogyan működik a gazdaság nem csak egy országban, de hogy hogyan működik mondjuk lokálisan egy adott területen egyetlen épületnek a gazdasága, mik számítanak, mik befolyásolják, meg hasonlók, ahhoz képest az a játék olyan mérhetetlenül le van butítva, hogy hát nem is tudom, egy 8 évesnek meg odaadhatnánk ezt a játékot, és szerintem ellenne. Értitek, annyira mérhetetlenül le van butítva ez a játék. És ez nem feltétlenül negatívum, mert hogy alapvetőleg ugye nagyon sok ember számára szeretnék, hogy elérhető legyen, és nagyon sok ember azt szeretnék, hogy ez az építési mennyiség ott. Nagyon sok embernek azt szeretnék, hogy ez szórakoztató legyen ez a játék, szóval érthető, hogy valahogy le kell butítani, valahogy értitek, le kell vinni a szintet rajta. Az jutott eszembe, láttuk, hogy a bor az olyan nagy igény van rá. Itt bort termelünk? Itt bort termelünk.
Most rossz helyen nézem. Nem, érdekes. Hardwood Production. Vineyard. Citrus. Orchideák. Akkor lehet, hogy ezt kéne... Nem akarok hiányt a másikból. Ja, de ez például átmehet porba. Nézzük meg, vannak olyan mezőgazdasági területeink, például ezt itt átmennénk abszolút borba, akkor tök jó lenne, nem? Többet termelne, viszont a többi az nem érezni lehet jól magát. Single crop. Aha, itt átmehetnénk erre, legyen ez termelve. Itt csak krumplit termelünk, azaz likört. Ami nagyon érdekes, meg krumplit. Tehát annyira sok nyersanyag nincs is benne a játékban, meg étel, ital, meg mindenféle, amit termelhetnél. Tudnánk ilyet is, de akkor nem lesz likör termelésünk itt. Amit nem nagyon érezne meg, igazából, megnézve. Valahonnan készítünk még likört. Lehet, hogy ilyenekben például nem hinném, hogy ennyire belemennek az ilyen fejesek, tehát akik rossz döntéseket hoznak. Akik jó döntéseket hoznak, azok nagyjából ugyanígy néz ki a dolog. Honnan termelünk? Food Industry Rye Farm. Aha, jó, oké. Nem, itt ez abszolút átmehet erre a termelésre. Sőt, fertilizeres, ez mehet ide, publicly traded, az teljesen jó. Itt szenet használunk, itt nem használnánk szenet, és többet termelne. Ezt meg átállítjuk teljesen bortermelésre. Így most valahogy kiegyensúlyoztuk azt, hogy még mindig legyen gyümölcs, még mindig legyen cukor, de viszont a bort, a bornak az árát, azt most lehetséges, hogy lejjebb fogjuk vinni. Ugye megnézzük, hogy hogyan alakul. Hopp, leesett az ára. Bum, lefele. Most az a kérdés, hogy itt megjelenik-e majd az magasabb áraknál a gyümölcs, illetve a cukor. A cukor az teljesen jól van egyenlítve. Az mínusz 4%-kal kevesebb, mint az átlag. Ami nem is átlag, hanem az ilyen, minek nevezi a játék? Base price. Base price-nak nevezi. Alapárnak. Ami abszolút hülyeség. Erről már beszéltem egyébként. Tehát, hogy ilyen nincs. Nincs base price-e valaminek. Van olyan ára, hogy mennyibe kerül. Nem, még annak sincs. Az a helyzet, hogy nem, nincs alapára. Nincs alapára semminek, mert tehát, hogyha azt nézitek, oké, mi kell a búzánkhoz, hogy kitermeljük a búzát? A búzánkhoz nekünk kell fertilizer, de mi a fertilizer? Táp. Kell táp a földnek. Kell szerszám, kell munkaerő, és ez a három kell nekünk. És akkor ebből kapjuk meg, hogy egy darab búzának, hogy egy darab búzát kitermeljünk, annak mennyi az ára. Na de az se egy fix alapár, mert a táp annál más dolgoktól függ, hogy egy tápnak mennyi a termelési ára. A szerszámnak is más dolgoktól függ, és a munkaerő is függ, hogy jó, mennyire okos embert vettél föl, mennyire okos nem is, mennyire képzett ember. Tehát mennyire tanult embert, értitek? Az, hogy mennyire tanult valaki, az nem jelenti azt, hogy mennyire okos valaki. Ez a kettő az nem egyenesen arányos egymással. Tehát lehet valaki nagyon okos 8 általánossal, vagy 8 általános nélkül, és lehet valaki nagyon buta 10 darab diplomával. Ezt nem is tudjuk átállítani. Ezt át tudjuk állítani. Itt ezt nem. Ezeket most átnézegettem, hogy azok mindenhol át vannak állítva. Ez itt az más, azt nem lehet arra átállítani. Itt ezt nem tudjuk. Electrical engine. Hát ezt nem vittük feljebb itt a izét.
Hát ezt dobjuk ide fel. És akkor most lehet átállítani erre. Ez most viszont változtatni fogja. Befejeztük már a háborút? Nem, valahogy háborúban vagyunk az Egyesült Államokkal. Ja nem, Libériával. Jó, még csak elkezdődött. Jó. Oké, okay. Ja, megint egy választásunk van. Azt majd, ha lezajlik, akkor azon majd foglalkozzunk. Olaj. Hello! Igen, most az olaj az gázosabb lett. Power plants, motor industry, chemical plants. Igen, több olajra lenne szükségünk. A power plants-eket viszont át tudnánk alakítani. Az ott nem feltétlenül szükséges, hogy az áramtermelő épületeink olajjal dolgozzanak. Ez miért van némelyik szubszidizolva? Úgy használjatok szenet. Használjatok szenet, az teljesen jó lesz. És akkor most már nincs is itt az olaj, látjátok? A bor viszont még mindig vissza mászik fölfele, mert elkezdenek egyszerűen többet venni. Ellenben most, hogy a bor fixen wheat farmos, szóval hogyha azt bővítenénk valahol, ahol, ahogy látom, sehol nem fogjuk tudni, akkor többet tudnánk termelni belőle, és akkor az úgy jó lenne. Mert akkor fixen, tudjátok, bort termelünk a búza mellett. Hú, ez egy beszédes videó lesz. Meg illetve nagyon sok érdekes dolgot csináltunk most. Az elmúlt videókban csak foglalgattunk, és egyáltalán nem foglalkoztam így a gazdasággal, meg hasonlókkal. De most szerintem úgy egyenlítgettünk dolgokat. Glasswork. Ólomból sem termelünk többet. Szóval az üvegnél nem leszünk jobbak szerintem, hogyha ide lemegyünk, nem. Mert üvegre szükség van. Mennyi a privát szektorunk építkezése? 150-150. Oké, na most viszont át tudjuk állítani az államunkat. Úgyhogy kivesszük őket, és ennyi. Így. Mivel ők kapták a legtöbb szavazatot, így 100%-ban legit ajzénk államunk így. Freedom. Ja, hát itt semmit nem fogunk csinálni. Egyszer átmehetnénk akár kereskedésre. Úgy talán jobb lenne a gazdaságunk, mert elkezdenek importálni tőlünk dolgokat, meg mi is exportálhatnánk dolgokat, meg importálhatnánk dolgokat. Csak akkor azt is jelentene, hogy valamiből akár hiányunk is lehet. Libéria végzett. Megnyissuk. Írjátok le a komment szekcióba, de ezt lehet már az élőadásban fogjuk csinálni. Most kicsit elgondolkodtam, hogy lehet, hogy még nem akkor lesz az élőadás, mint amikor mondtam, hogy lesz az élőadás. Lehet, hogy egy kicsit hátrébb toljuk még egy héttel. Még haladunk, és akkor biztosan az élőadásban végezzünk. Ennek a videónak a komment szekciójába írjátok meg azt is, hogy mit gondoltok arról, mikor legyen az élőadás. Legyen még egy-két rész videóba, és akkor utána legyen egy élőadás, lehetséges, hogy több is. Vagy tartsuk az előző videóban megadott időt, azaz jövő hét vasárnapot. Vegyétek figyelembe, hogy ez a videó, amikor kikerül, az vasárnap lesz. Ha nem vasárnap nézitek ezt a videót, azt hiszem vasárnap kerül ki. Nem, szombaton. Ha nem szombaton nézitek a videót, hanem utána lévő héten, akkor nem jövő hét vasárnap, hanem akkor már az a heti vasárnap. Tehát értitek ezt vegyétek figyelembe, hogy attól függ, amit mondok, hogy valós, hogy ti mikor nézitek ezt a videót. Tehát nem tőlem függ, hogy ez valós információ, amit mondok, hanem tőletek függ. Rajtatok múlik, hogy ténylegesen tudjátok-e, mikor lesz az az élőadás. Majd beharangozom előre, jócskán, és akkor csatornán lehet látni, hogyha rámentek a GameHalom csatornára. Itt azért nem szoktam építkezni, hogy rányomok egyre, és akkor maxolom, mert ez az összes épület itt, ez egy területről
veszi. Szóval mondjuk vegyünk mondjuk egy most elfoglalt területet, itt ezt. Ha megnézitek, itt van a resources, ezeket mind tudjátok maxolni. De hogyha ide mentek a mezőgazdasághoz, itt van még 33, amit valamelyikre tudjuk építeni. Tehát van XY mennyiségű szabad termőföld, és te döntöd el, hogy melyikre akarsz bővíteni. Értitek? Nem mindegyiket lehet odáig fölvinni, tehát láthatjátok 33 ennek a maximális termelhetőségeit, viszont ennek meg 45. Szóval ez se teljesen pontos, hogy mennyit tudsz építeni, hogy van még 33 itt, de értitek, mire gondolok. Szerintem éppen aktuálisan számolja, tehát ehhez, hogyha azt nézitek, ez most 12, 33-at hozzáadunk, az 45. Ez most 5, 33-at hozzáadunk, 38. Értitek? Szóval aktuálisan nézi, hogy még mennyi van, szóval mennyi lehet még a maximum. De lehetne még több is, hogyha felszabadítasz termőföldeket. Na nézzük, nem tudom, ez például, azt nem lehet, ez mehet. Tetszik, hogy ilyen gyorsan haladunk viszont a foglalgatásokkal most. Nincs forradalom, amiatt szerintem. Nem kell a forradalmakkal foglalkozni. Ez egy portugál terület. Okitánia is itt van még. Hello. Westfália azóta se szólt be nekünk. Sőt úgy nagyjából senki. Mert három nagy hatalom van már, csak Westfália meg Franciaország. De őszintén szóval igazából csodálkozom, hogy őket még annak tekinti. 850 pontig. Ja, 851 pont alatt már nem számít nagyhatalomnak. Franciaországból szóval, ha kitépnénk valamit, akkor ők már nem számítanának nagyhatalomnak. Westfália meg még mindig túl erős ahhoz, hogy csak úgy kidöntsük onnan. 2300 ponttal elég sokáig még ott lesz benne. Az ország gazdasági fejlettsége, technológiák meg ilyenek adnak ilyen presztízset. Na jó, figyeljetek, szerintem elérkeztünk ennek a résznek a végére, ezt el fogom foglalni így videón kívül, hagyom, hogy elfoglalgassák. Remélem jól szórakoztatok, remélem tudtam érdekességeket mondani nektek, hogyha valamiben valamit rosszul mondtam, valamit rosszul fogalmaztam meg, abszolút nem tanultam gazdaságot, mármint így értitek középiskolai szintig, amit ott esetleg tanítanak, annyit tanultam. Minden más csak így videókból, meg olvasgatva, így saját érdeklődésképpen így utána néztem meg hasonlók. Nem vagyok így oktatva rá, tudjátok, hogy ezt én oktassam. Szóval ne vegyetek semmit készpénznek. Ha valamit láttok így komment szekcióban, hogy valaki írja, hogy már pedig ez nem így van, hanem így van, hanem úgy van, akkor érdemes azt esetleg figyelembe venni, és azon kívül még utána nézni, mert lehet az is téved, aki kommentel, szóval ki tudja, hogy ő mennyire tanult. Most nem akarok leszólni senkit, hogyha esetleg már kommenteltetek valamivel kapcsolatban. Én azt szeretném, hogy mindenki nézzen utána, hogyha hall valamit így olyan forrásból, ami nem biztosan megbízható, akkor nézzen utána, és tanulja meg maga, meg olvasson utána az adott dolgoknak. Szóval, remélem, hogy jól szórakoztatok, remélem, csatlakoztok hozzám legközelebb is. Hagyjatok egy kommentet, hogy legyen még egy-két rész belőle és utána élőadás, vagy csináljuk a jövő héten már az élőadást, és akkor fejezzük be akkor Magyarországot. Bár szerintem egy élőadásban ez még nem lesz befejezve. Túl sok kis terület van még, túl sok háborút kéne még lenyomni. Ja, mindegy. Sziasztok, a legközelebbi videóig.